Kézjegyükkel látják el a baloldali politikusok azt a megállapodást, amiről szerdán számoltak be a pécsi városházán. A polgármester szerint ezzel erősödött a frakciószövetségük. A pécsi vagy a frakciószövetség együttműködési megállapodást ír alá. A Momentum mozgalom 2 pécsi képviselő tagjával, Sajgó Györgyel Pokorádi Gáborral. E megállapodás aláírása révén azt gondolom, hogy könnyen belátható módon a pécsi városvezető koalíció munkája ki szélesedik, megerősödik. Korábban a Momentum képviselői bírálták a városvezetést. A demokratikus döntési folyamatokat, a városi céges ügyletek, a hivatali működés átláthatóságát és a személyes felelősségvállalást hiányolták. Ezeket a politikai nézetkülönbségeket most félretéve, természetesen mindenkinek teret hagyva az önálló gondolkodásra, írjuk alá ezt a szerződést azért, hogy mind a körzeteinkben élők, mind a pécsiek érezzék azt, hogy együtt dolgozunk és nem egymással vitázunk. 2021. januárjában még 12 pontban fogalmazták meg elvárásaikat a városvezetés és a frakciószövetség felé. Akkor már az első pontban például Nyőgéri Lajos alpolgármesteri kinevezésének visszavonását követelték. Ez nem történt meg. A Momentum képviselői összeférhetetlenségre hivatkoztak az alpolgármester korábbi bírósági ügye miatt, beadványt is benyújtottak ezért. Korábban volt egy beadványunk, ami aztán jogilag hatályát nyerte abból a szempontból, hogy nem találtak semmi ellenvetni valót a mi beadványunkkal szembe, tehát tulajdonképpen ebben az ügyben nem volt igazunk, ez előfordul, hogyha dolgozik az ember. Természetesen azt azért ki kell emeljem, hogy mint alpolgármester én is kifejezetten akár a Népjóléti Bizottság kapcsán, akár a körzetemet illetően tudunk együtt dolgozni. Az, hogy a mostani megállapodásban mit kértek a tavaly megfogalmazott 12 pontból, nem derült ki. A megállapodás pontos szövegét nem hozzák nyilvánosságra, derült ki a szerdai tájékoztatón.